Köszönjük, hogy Te előbb szerettél minket. Köszönjük, hogy közösségünk lehet veled. Köszönjük, hogy most is itt vagy, és köszönjük, hogy találkozol velünk. Köszönjük, hogy a nevedben imádkozhattunk. Amen. Még egyszer sok szeretettel üdvözlöm azokat, akik közben érkeztek. Igazából egy dolgot szeretnék csak hirdetni. Ez a nap, az utolsó hétfőesti alkalom a nyári szünetünk előtt. Úgyhogy lesz egy kis nyári szünet, és szeptemberben, szeptember 12-től fognak folytatódni a hétfőesti alkalmak. Felhívom a figyelmeteket, hogy a szórólapon rosszul van ez feltüntetve, úgyhogy az a helyes, amit most hirdetek. Tehát szeptember 12-től folytatódnak majd a hétfesti alkalmak. A mai alkalom pedig nem csak az utolsó a nyári szünet előtt, hanem ennek a hónapnak az utolsó hétfestéje, és akik már sokszor voltatok, tudjátok, hogy ilyenkor kicsit mást csinálunk, mint szoktunk. Megállunk az igének a versről versre való tanulmányozásában, ugye most az első korintusi levelet tanulmányozzuk, és arra szenteljük ezt az egész estét, hogy dicsőítsünk, imádkozzunk, és keressük az Urat. A vele való találkozás, a neki való kiszolgáltatás, a szívünknek az oda nyújtása, ez van középpontban, hogy ő teljesen szabadon, a Szent Lelke által úgy szóljon, cselekedjen bennünk, velünk, ahogy neki tetszik. Szoktam mondani, hogy ilyenkor én sem tudok készülni, mert Istentől elkérem mondjuk a témát, de hiszem és várom ilyenkor, hogy Isten adjon az ő Lelke által mindannyiunknak, nekem is kijelentést, szót, amit ő itt és most akar cselekedni. Úgyhogy ezért most még szeretnék imádkozni, mielőtt elkezdenénk. Köszönjük azt, Istenünk, hogy Te szólsz, és a Te szavad élet, és köszönjük, hogy Te életet teremtesz, és teremtettél a szavad által, mikor egyszer szóltál, és előállt ez a világegyetem, és egyszer szóltál, és mi újjászülethettünk, és megismerhettünk téged személyesen. Köszönjük, hogy a szavad újra és újra éltet. A te lelked megelevenít bennünket. És elkérjük most is ezt az estét, a veled való találkozást. Szólj, és éltess. Jézus a nevedben imádkoztunk. Amen. Amikor imádkoztam, ezért az estéért Isten egyetlen szót adott, egy témát, ami nagyon ismerős lesz nektek, de lehet, hogy mégsem annyira. Amiről talán a leggyakrabban szoktunk beszélgetni a Golgotában, de mégis talán épp ezért azt gondoljuk, hogy ismerjük. És talán Isten ezért adta ezt. A kegyelem. A kegyelem. A kegyelem. Amiről ma este lesz szó. És amikor imádkoztam, Isten egy Zsoltárt adott elém, ezt szeretném felolvasni először nektek. Ez a 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat,
és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a nap kelet a nap nyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Dávidnak ez a zsoltára elképesztően őszinte, elképesztően felfakadó a szívből, és elképesztően sokat mond Isten kegyelméről. Nem tudom, hogy amikor a kegyelem eszedbe jut, vagy hallod ezt a szót, lehet, hogy már annyiszor hallottad, hogy már nem is gondolkozol ezen, hogy ez mit jelent. A kegyelem. Mi az a kegyelem? Amikor kapsz valamit, amit amúgy nem kéne kapjál. Amikor valamivel megajándékoz téged valaki, ami amúgy nem járna neked. Ilyen egyszerűen tudjuk megfogalmazni, hogy mi a kegyelem. Csak az a valami, az az ajándék lehet kicsi, lehet nagy, lehet a legnagyobb dolog. Lehet az örök élet. Lehet az Krisztussal való közösség. És lehet bármi más is. Sokszor halljuk ezt a szót, hogy kegyelem, és talán már abstrakció a fejünkben, sohasem gondolkodunk el róla, hogy nekünk mit jelent a kegyelem. És amikor Isten ezt adta nekem, és egy picit elgondolkodtam, nem sokat, csak egy picit, akkor hirtelen sokkolt az, hogy szinte bármire gondolok, szinte bármire nézek, tényleg azt mondhatom, hogy minden kegyelemből van az életemben. Minden. Hát nézzétek meg, ha gondolunk csak a biológiai létezésünkre, arra, hogy ha van mit ennünk, van mit innunk, van hol aludnunk, élünk, már ez is kegyelemből van. De sokszor erre nem így gondolunk, mert azt gondoljuk, hogy hát ez magától értetődik, nem? Hát persze. Hadd mondjam el, nagyon sok embernek, sok millió embernek ezen a bolygón még ezek az egyszerű biológiai szükségletek sem adatnak meg. Oly mértékben,
hogy egészségesen tudnának élni, vagy hogy egyáltalán élni tudnának. Gondold meg, ha visszatartod a lélegzeted, akár csak egy percre is, már a halál közelébe kerülsz. De 5 perc után már biztos. Ha nem eszel egy pár hétig, már szintén a halál közelébe kerülsz, de lehet, hogy hamarabb. Vagy ebbe a hőségbe gondold meg, az, hogy ihatunk friss, tiszta vizet, már amennyire friss és tiszta az a víz, amit iszunk, de hogy egyáltalán, ha ihatunk és oldhatjuk a szomjunkat, micsoda kegyelem. És sokszor ezeket mi úgy vesszük, hogy hát ez úgy jár. Jár? Hát miért járna? A biológiai létezésünknek is meg annyi apró részlete, ha megnézed, kegyelem, ajándék, ami neked adatik. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hát nem ajándék, megdolgozom én azért, hogy legyen mit ennem, meg innom, meg hol aludnom. Az nekem jár a pénzemért, a pénz jár, a munkámért. Igen, de miért tudsz dolgozni? Igen, de miért tudsz pénzt keresni? Mit van, amit nem kaptál volna? Van erőd, van tehetséged? Ki adta neked? Az a valaki, aki mindent adott. Az a valaki, aki bőkezűen kegyelemből osztja szét az ajándékait, és még arra sem néz, hogy a legtöbb ember soha nem köszöni meg. A legtöbb ember még azt se veszi észre, hogy ő létezik, és ő mégis adja az életet, és az élethez való dolgokat bőkezűen az embernek. A biológiai létezésünk is kegyelem, annak minden része az, hogy egészségesek vagyunk, az, hogy meggyógyulunk. Ahogy olvastuk itt is, a Zsoltárban, ahogy írt Dávid ezekről. De egy kicsit tovább megyünk, és nem csak a biológiai létezésünkre gondolunk, hanem a lelkünkre. Kegyelemből van ott is minden. Arra vagyunk teremtve, hogy szeressenek és szeressünk. Tudsz szeretni? Ha tudsz, tőle van az. Ha tudod, hogyan kell, tőle kaptad, tőle tanultad, és tőle láttad el, mert ő az, aki igazán tud szeretni, az egyedüli, aki bemutatja, hogy mi az, hogy szeretet. Minden más csak utánzat, ha máshova nézel, és ő osztja a szeretetét, ingyen, kegyelemből. Kegyelem az, ha tudsz szeretni. Ha van házastársad, ha van családod, vannak szüleid, vannak gyerekeid, vannak barátaid, ha van a gyülekezetben, aki ott ül melletted, a testvéred, hogy nem vagy egyedül, és szeretheted őt, és ő szeret téged. Kegyelemből van, nem? És legfőképp a legnagyobb lelki szükségünk, a legeslegnagyobb, ami mindennél nagyobb, bár nem szeretünk, és sok ember nem vesz erről tudomást, és sok ember pótlékokkal tömi, de van a lelkünkben egy üresség, amit csak az élő Isten tud betölteni. És az, hogy ő azt betölti, ez a legnagyobb kegyelem. Ez a legnagyobb kegyelem, hogy közösségünk lehet vele. Hogy a szerelmesünknek azt mondhatjuk, szeretlek. Hogy a megváltónknak azt mondhatjuk, köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy mindent odaadtál. Köszönöm, hogy megmutattad nekem, hogy mit jelent szeretni. Én is ezt akarom. Elsősorban így szeretni téged. Kegyelem, hogy szeretnek. Kegyelem, hogy szeret az Isten, és kegyelem, hogy válaszolhatok szeretettel. Kegyelem, hogy élünk, és kegyelem, hogy örökké fogunk élni, ha már ő benne vagyunk, és élünk. Kegyelem, hogy kiválasztott. Kegyelem, hogy újjászülettünk.
Kegyelem, hogy megtart. Kegyelem, hogy megszentel. Kegyelem az, hogy elvégzi azt, amit elkezdett bennünk. És kegyelem az, hogy egy napon megdicsőlünk. És kegyelem az, hogy ott leszünk vele a mennyben. Mindenhol ott van a kegyelem. Ott lesz a mennyben, ott van az idők kezdete előtt, amikor ránk gondolt, és ott van a mai hétköznapodban, abban az egyszerű dologban, hogy lesz mit vacsoráznod. És amikor holnap reggel felkelsz, tudod, hogy nem vagy egyedül ezen a világon, mert van valaki, aki mindenkinél jobban szeret, még ha egyedül is érzed magad. Ez pedig az élő Isten, aki mindent teremtett, és aki az ő egyszülött fiát adta érted, és akit te befogadtál, és aki ott van veled és benned. A legnagyobb kegyelem, hogy megélheted a kegyelem adójával ezt a kapcsolatot. Mit jelent neked a kegyelem? Én azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogy egy picit gondolkozzunk el ezen. Azt fogjuk tenni, amit mindig szoktunk ilyenkor, kicsit elcsendesedünk néhány percre. És arra kérlek benneteket, hogy a csendben, imádságban, Isten előtt gondoljátok végig az életeteket. Arra az egyszerű kérdésre, mi a válasz? Mi a kegyelem számomra? Felfedezed-e Isten kegyelmének számtalan ajándékait a te életedben? És ha felfedezed, hát válaszolj rá. Maradjunk pár perc csendben így Isten előtt, és fedezzük fel a kegyelmet. Ha pedig nem fedeztél föl még semmit, akkor ezért kiálts, hogy megértsd, hogy mi a kegyelem.
Köszönjük Istenünk, hogy Te kegyelmes Isten vagy. Köszönjük Istenünk azt, hogy Te olyan érthetetlen módon szeretsz bennünket, és árasztod ki rád, ránk a kegyelmed mindenféle megnyilvánulását. Köszönjük, hogy élünk. Köszönjük, hogy ismerünk. Köszönjük, hogy megváltottál. Köszönjük, hogy van célja az életünknek. Köszönjük, hogy nem magányosan kóborolunk ezen a világon. Köszönjük, hogy kihoztál bennünket kötözöttségekből, bűnökből. Köszönjük, hogy kihoztál bennünket szenvedélyekből és csapdákból. Köszönjük, hogy megmutattad a te igazságodat, és köszönjük Jézus, hogy benned fedezhetjük fel a legnagyobb kegyelmet, a te személyedet, a veled való közösséget. Köszönjük, hogy kegyelemből élünk, mozgunk és vagyunk, és kegyelem van körülöttünk. Uram, én imádkozom azért, hogy mindannyian ezt felfedezzük. Felfedezzük és rácsodálkozzunk, ahogy a Zsoltárban is Dávid felfedezte ezt. És a válasz pedig a hála volt, az imádat, a benned való gyönyörködés. Add meg nekünk ugyanezt, amit megadtál Dávidnak, hogy lássuk, hogy érezzük, hogy ízleljük, hogy jó az Úr, hogy kegyelmes, hogy késedelmes a haragra, hogy megbocsátja a bűneinket, hogy kimondhatatlanul szeret. Érezzük és lássuk, hogy jó az Úr. Add meg nekünk ezt. A te nevedben kérjük. Amen. Most pedig folytassuk a dicsőítést. Keressük továbbra is Istent a dicsőítésben is. Folytassátok a vele való beszélgetést az imádságotokban, a dicsőítésetekben. Használtok ki ezt az időt, hogy felfedezzétek, hogy valóban mi a kegyelem.
hadd szóljon minden ének, felemel kezekkel dicsélek, nála tisztább nem volt és nem lesz. Jézus, rólad szóljon, rólad szóljon minden. Nálad tisztább nem volt, és nem lesz.
Köszönjük Istenünk, hogy rólad szólhat az énekünk. Amen. Ahogy dicsőítettem, én is Isten szólt hozzám, és szeretném elmondani nektek azt, hogy mit, hogy ugye beszéltem arról, hogy talán sokszor a kegyelem olyan természetesnek tűnik, és igazából sokszor nem értjük meg, hogy milyen csodálatos is a kegyelem. De talán azért, mert a kegyelem, ahogy mondtam, egy ajándék, amit nem érdemlünk meg, de mégis megkapunk, de mégiscsak sokszor az ajándékot nézzük. Hogy megkaptuk, hogy élünk, hogy meggyógyultunk, hogy megszabadultunk, hogy ez történt velünk, hogy ezt kaptuk, hogy meggazdagodtunk, hogy ez a miénk lett, hogy ez sikerült. És ez jó, mert az Isten ad ajándékai ezek mind, de mégis, ez mind rólunk szól. Mind elkezdi a gondolatot magunkra irányítani, hogy az enyém. Én kaptam. Igaz? És mi pedig ezt a zenét ismerjük születésünk óta, ami rólunk szól. Hiszen az egész életünk egy film, aminek mi vagyunk a főszereplői, és az egész film arról szól, hogy velem mi van. Hogy fogok megélni, ki lesz a társam, mi lesz holnap, mi lesz holnap után. Minden rólam szól. És az utolsó dicsőítő dalban miről énekeltünk? Hogy róla szóljon. Mert az evangélium is ezt mondja nekünk. Hogy ő kicsoda. A figyelmünk, amikor az ajándékról, az ajándékozóra, a kegyelem megvalósulásáról, a kegyelem okozójára, a kegyelem adójára irányul, amikor rájövünk arra, hogy az életünk nem rólunk szól, hanem róla. És minél inkább róla szól a mi életünk, annál inkább teljesebb az az élet, amiről azt hittük, hogy ha teljesen magunkkal foglalkozunk, akkor lesz teljes. Micsoda paradox. A kegyelem igazából ráirányítja a figyelmet arra az egy valakire, akiről szólni kell az egész életünknek, akire néznünk kell, akiben gyönyörködnünk kell, és ahogy egyre inkább őt megismerjük, egyre inkább őt megértjük, egyre inkább őt dicsőítjük, egyre inkább ő benne elmerülünk, elváltozunk az ő képére és hasonlatosságára, és pontosan ez a célja, hogy Krisztusivá formáljon bennünket. És ahogy gyönyörködünk benne, rajtunk is megcsillan az a szépség, ami csak benne van. És rajtunk keresztül más is, a világ is megláthatja őt. Tükörré változunk, és tükrözzük őt. És az ő szeretetét visszük mindenhova, ahol még nem tapasztalták. És a kegyelem megjelenik, és ahogy ő benne gyönyörködünk, és mindig rámutatunk, és minden ember meglátja, hogy ő a kegyelem adója, aki érthetetlen okból szeret bennünket, és a végtelen kegyelmével áraszt el bennünket. Róla szóljon minden dalunk és minden énekünk. Erre lettünk teremtve. Ezért létezünk. Mihelyt megtaláljuk ő benne, a békességünket és a nyugalmunkat, és mihelyt ő benne megelégedünk teljesen, az Isten megdicsől bennünk. Ezeken az alkalmakon mindig szoktalak arra is bátorítani benneteket, hogyha valami megszólított, ha van valami bizonyságtételed, proféciád, van egy igéd, amivel azt gondolod, hogy tudnál bátorítani,
akkor gyere és mondd el nekünk, úgyhogy a következő dicsőítés alatt is bármikor odajöhetsz hozzám, és még lesz alkalom a végén, hogy elmondd. Hogyha van ilyen, úgyhogy erre bátorítalak, imádkozhatsz is ezért, hogy Isten adjon, vagy már lehet, hogy adott, akkor lehet, hogy most ezt azért mondom, hogy tudd, hogy gyere, és bátoríts bennünket te is. Most azonban még egy picit szeretnénk azzal is arra is szánni az időnket, hogy tudjunk imádkozni egymásért, amit mindig szoktunk tenni, és ez fontos, Isten erre hív bennünket, hogy legyenek ilyen alkalmaink is. Úgyhogy most is azt szeretném kérni, hogyha van bárki közületek, akinek bármilyen imakérése van, amiért szeretné, hogy a többiek imádkozzanak, az álljon fel, akármilyen lelki, testi gyógyulás, vagy probléma, vagy kérdés van az életében, döntés előtt áll, vagy bármi, amiért szeretnéd, hogy imádkozzunk érted, akkor állj fel, hogyha van itt ilyen ember. Várunk egy kicsit. Hogyha vannak ilyenek, akkor azok álljanak fel. Jó, vagy páran felálltak. Még mindig lehet. Nincs több. Jó, oké. Jó, akkor várunk még, mert látom, még vannak. Hátul van valaki. Jó, nincs. Akkor arra kérlek benneteket, hogy akik közben is még föl lehet állni, hogyha eszetekbe jut, ha akik láttok álló embereket, egy páran menjetek oda, akik a közelbe vannak, kérdezzétek meg tőle, hogy mi a kérés, és imádkozzatok érte. A többiek pedig a helyükön használják ki a lehetőségét szintén az imádságnak. Erre egy néhány percet szánunk, és utána folytatjuk az alkalmunkat. Thank you.
Köszönjük Istenünk, hogy imádkozhatunk. Köszönjük az imához adott ígéreteket. Köszönjük, hogy ezeket te mondtad. Köszönjük, hogy ezekbe megkapaszkodhatunk. Uram, hallgass meg ezeket az imákat, amik elhangoztak. Mindaz, amit hisszük, hogy a te akaratod szerint kértünk, a te nevedben azt te már megadtad nekünk. Köszönjük Jézus. Amen. Amen. Közben egy valaki jelezte, hogy bizonyságot szeretne tenni, úgyhogy hallgassuk meg. Zsuzsa, gyere el, és mondd el, amit szeretnél. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt hetet a javítóintézetben töltöttem. Ott volt egy nagyon különleges hét, ami egy évben egyszer van. És sok-sok nehézséget felsorolhatnék, hogy miért volt annyira nehéz ez a szolgálat, és többek között az időjárási elemeket is említhetném. Nem állt nagyon mellénk az időjárás, de hát igazándiból azt akartam elmondani, hogy borzasztó nehéz volt azt hallgatni, hogy amikor a lányok olyan végtelen természetességgel lökték bele az arcomba, hogy engem megerőszakoltak, vagy én prostituált voltam, mint amikor te azt mondod esetleg valakinek, hogy hát elfogyott a kenyér, és hát lemegyek venni egy kiló kenyeret. És hát az én alkarom, az teljesen sima, de az övéké nem. Mert tele van vágásokkal az alkarjuk. És nehéz volt azt látni, amikor azt láttam, hogy azok a hegek különböző stádiumok másfajta állapotban voltak azok a sebek. Ami azt jelenti, hogy nem csak egyszer gondolták azt, hogy nélkülük értékesebb lenne ez a világ. Ez nagyon nehéz volt. És két eseményt szeretnék kiemelni a hétből. Az egyik az az, hogy bemehettem az előzetes csoportba, ami a legszigorúbban őrzött csoport volt egyébként az intézményen belül, de mivel hogy én voltam a délutáni játéknak az vezetője, és a lányok nem jöhettek le jól lehozzám játszani, ezért én fölmehettem hozzájuk. És elképesztő beszélgetések belőlem csak úgy ömlöttek a bizonyságok. És mivel, hogy magam is börtönben dolgozom, ezért már így, hát nem régóta, két hónapja, de ahhoz elég volt, hogy a speciális szakbörtönzsargonnal, egy kis hát ilyen szakzsargonnal már rendelkezem, és a szakrövidítéseket már tudom, hogy mik. És ez sokat segített a beszélgetésben. És a másik meg az, hogy amit ki szeretnék emelni, hogy jött egy hölgy nagyon messziről, aki hát ilyen régebbi stílusú zenét képviselt. Nagyon szép volt, egy fantasztikus embere Istennek, de olyan régies volt a dallamvilág. Na, olyan 60-as évekbeli. És úgy fogtam a fejemet, hogy most komolyan ezt kell hallgatni.
És ez egy börtön, könyörgöm. Hát itt minimum cigányzenével lehet labdába rugni. Értitek, amiben van? Pezsgés. Értitek? Hát nem ilyen 60-as évekbeli lassú, ilyen könnyed zenével. És az Úr nagyon megszégyenített ebben. Ugyanis azon az estén, amikor ez a hölgy zenélt, akkor egy lány megtért. És akkor így mondtam, hogy atyavilág, erre megtért valaki? Hát ez még hallgatni is nagyon rossz volt. És az Úr azt mondta, hogy igen, erre megtért valaki, mert én vagyok az Úr, és én vagyok az, aki üdvösséget adok, még akkor is, Zsuzsikám, ha neked nem tetszik a zene. Úgyhogy ennyit akartam mondani, és Isten áldjon benneteket. Köszönjük szépen, ez nagyon frappáns volt valóban. Isten mindig mindennek ellenére, ha ő valakinek üdvösséget akar adni, akkor ad. Akár tetszik nekünk, akár nem. És ez egy jó példa volt a kegyelemre. Mert a kegyelem ilyen. Független, feltétel nélküli. Nem attól függ, hogy nekünk hogy tetszik, hogy mi hogy gondoljuk, hanem hogyha Isten úgy gondolja, ő adja. Ő adja. Most pedig dicsőíteni fogunk, ez lesz az utolsó dicsőítő blokkunk, úgyhogy ahogy a dicsőítő csapatunk feljön ide, bátorítalak titeket arra, hogy használjátok ki ezt a dicsőítést arra, hogy neki, róla énekeljetek tiszta szívből, mert őt illeti meg valóban az ilyen dicséret. Yeah.
valóban a mi lelkünk az csak téged állt. Téged imádunk és dicsőítünk, Jézus. Köszönjük, hogy ismerhetünk, köszönjük, hogy megváltottál, köszönjük, hogy az életed a miénk lehet. Köszönjük, hogy benned élünk. Köszönjük, hogy velünk maradsz a világ végezetéig. Köszönjük, hogy soha el nem hagysz, hogy soha nem változol, hogy ugyanaz vagy. És ahogy egyre jobban megismerünk téged, egyre jobban gyönyörködünk benned. Köszönjük a kegyelmet, amiről ez az este szólt, és imádkozunk, hogy hagyj tudjuk felfedezni egyre mélyebben, egyre jobban azt a kegyelmet, amit nap mint nap kiárasztasz ránk. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Ezzel véget ért a mai alkalom, és egyúttal az utolsó alkalom a nyári szünet előtt. Isten áldjon benneteket, jó nyarat kívánunk nektek, legyen áldott nyaratok, használjátok ki Istennel, jó pihenést kívánok nektek, és persze várunk a gyülekezet többi alkalmaira, hiszen a nyár folyamán is vannak itt alkalmak. És hétfő esti alkalom legközelebb szeptember 12-én lesz, folytatjuk az első korintusi levelet, ahogy tanulmányozzuk versről versre, és ahol abba hagytuk, onnan fogjuk folytatni. Isten áldjon titeket, sziasztok!